Sziasztok! Ma főtudtam a tördést után War Dividend Conquer végig játszásomat Vasudvardal, és itt maradt abba ugye, hogy foglaltam területet ugye a Lórieni tündéktől, és ugye azon vagyok, hogy elfoglaljam Taragrondostot, meg kell ugye védjem Sirit Jaurt, és le kéne győzni, még mielőtt ugye kört váltok, le kell győzzem ezt a tünde sereget. Szóval harcra fel! Oké, okay, ugye van két csapat Nazgai. A pajzsos egységek előre, laza alakzatban. Oké. Okay. Előre. Uruk-hai! Várjunk, sok íjászuk nincsen. Plusz tudom őket egy kicsit blokkolni a Nazgul sikolyával. Terror képességével. Még ugye mindig megvan ez az infighting dolog. Ó, még mindig. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Annyi az egész, az Orthanc gárdának ugye egy olyan egység ellen kéne harcoljon, aminek nincs komolyabb bónusz VS páncél. Oké, okay, a két Nazgul az viszonylag jó helyen van. Oké, okay, itt van ugye ez a csapat, Yavanna's Chosen, ezek be vannak kerítve, ugye pikások és berzerkerek támadják őket. Gyerünk, Nazgályok! Az íjászokkal a hátukba kéne kerülni, hogy hátba tudjam lőni az egységet. Oké, okay, Yavanna's Chosen meg is tört, nagyon jó. Mondjuk nem meglepő, hiszen berserkerekkel nehéz felvenni a harcot. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Oké, okay, az ellenséges kapitány meghalt. Így valójában már nem is kell őket lőjem ugye az íjászokkal, mert mondjuk a Gürdinen az szerintem nem fogja feladni. Igen, ugye a Gürdinen az nem nagyon adja fel. Oké, okay, ebben a csatában az íjászoknak nagy hasznát nem veszem. Oké, okay, megtört a Gürdinen.
Gürt Hinen. Még ugye a menekülőket kéne elkapni. Oké, okay, 95%-uknak vége. Legtöbbölés pedig Varg martalócok, de ugye ők íjászok ellen harcoltak. Berserker 71, Uruk-hai gyalogos 88. Igen, ugye a berserkerek rendkívül gyorsan legyőzték azt a Yavanna's Chosen-t. Meg ugye egy csapat Uruk-hai pikás. Plusz ugye azért is győzték le a könnyedén őket, mivel sikerült oldalba rohamozni őket nagyjából. Arra gondoltam, hogy az egyik Nazgul irány Edraikarn, és Edraikarnból Saruman, Ballista. Listen up! Get ready for fighting! Orcs! Listen up! Get ready for fighting, my lord. Így. Irány Limhir. És a Nazgul marad itt. Itt van ez a két egység, az nekem valójában már nem kell. Oké, okay, ezt a berserkert még nem tudom átképezni. Azt hiszem jöhet egy körváltás, és lássuk ugye, hogy utána mit lépnek a népek. Kíváncsi vagyok ugye Gondor lépésére. Lehet, hogy meg tudom szerezni ugye Taragrondostot, amit annyi az egész, hogy utána nagyon nehéz lesz megvédeni. Mert egy az, hogy erősítést vinni oda a sok idő, és kettő, Gondor ugye folyamatosan tudja majd képezni az egységeket. Ám bár Taragrondost az ballisztás toronya van ellátva. Elég sokan vannak. Ami ugye azt jelenti, hogy megvédeni nem lesz nehéz. Főleg nem ugye Nazgulokkal. Nazgulok és ugye Nazgai testőrök. Vargokkal valójában ki kéne menni az ellenséges tüzérség ellen. Plusz ugye... Itt izé van. Itt ugye ballisztás tornyok vannak. Á, van egy csapat Orc Defenders, az jó. Hát mondjuk a ballisztának itt most sok hasznát nem veszem. Oké, okay, íjászok ugye ide. De nehéz helyezni az egységeket, Jézusom! Na oké, hogy elnézem, sehogy se férnek fel, na mindegy. Na jó, hadd jöjjenek. Ja igen. Itt is van egy ballista, ó. Oké, okay, varg ide. Rá kell ugye támadjak a katapultra és a ballisztákra.
something changes in the course of battle, for defeat seems almost certain. Okay, az a csapat Varg az kapta nagyon. Ezek az egységek ugye jönnek kicsit közelebb. Hogyha ugye tudom aktiválni azt a néhány tornyot, akkor mire ugye az ellenség idejön, addig is ugye lőjük őket és tizedelik őket. Ó, várjunk, mi a fene? Várjunk, Orc Defenders, ott két torony, létrák, ó, oh, hello. Oké, okay, berserkerek ide, de gyorsan. Van ugye Amphalas pikás. Ki a fene lövi ennyi rajzéket? Ijász milicisták. Lemészárolják a vargjaimat. Oké, ám bár van esély rá, hogy ezeket a tornyokat meg tudom gyújtani. Oké, okay, az Orc Defenders irány le. Ez a csapat szintén irány ide. Innen ugye nagyon jó rálátásuk lesz az ellenségre, akik ugye bejönnek majd. Oké, okay, az egyik torony meggyulladt. Az pedig 66%-nál van a másik. Oké, okay, itt ugye jönnek létrával, ám bár Gondor miliciát simán visszaverik az urukhályok. Oké, okay, az ugye ott összedőlt. Oké, okay, 86%, szerintem... Oké, okay, 90%, még vagy 3-4 lövés? Oké, okay, tökéletes. Már csak a létrák maradtak és a faltörőkos. Oké, okay, itt a hadvezéri testőrség és ez a csapat berserker visszaveri majd az ellenséget. Verjétek vissza Gondor katonáit! Oké, okay, valójában nem jó, mert itt lő a torony. Oké, okay, így a számszerű ijászok ugye le fogják mészárolni ezért a támadókat. Oké, okay, ugye
Oké, a hadvezeti testőrség az el innen. Vagyis maradjon itt, ugye, hogy legyen aktiválva a torony. Ahogy elnézem, a Lebedon Clansmannek fejlesztett páncélja van. Kicsit ugye nehéz megtörni őket, mivel ez ugye izé third age. Itt ugye az egységek morálja az egész király. Oké, bár mivel csak egy kapitány vezeti őket, ezért ugye a morájuk az mégsem a legjobb. Oké, csak sikerült őket ugye megtörni. Bár ezek még szerintem visszajönnek. Valójában az kéne, hogy a vargokat küldjem utánuk, az kész. Igen, még ugye megálltak gondori íjászok, némi milícia. Ám bár a vargok elintézik őket. Oké, az ellenséges kapitány ugye az egyik, az meghalt. Oké, ez a Berserker egység, ez kezd megsemmisülni. Oké, ugye a végén ugye ezt a Berserker egységet csak elintézik. Oké, amúgy... igen, mindössze ez a ballisztás maradt, az kész. Kicsit sok berserkert veszítettem, de... kellett ugye, mert... annyi az egész, hogy... másképp nem nagyon lett volna meg a védelem, ugye? A végén nagyobb lett volna a veszteségem. Ha ugye azt a berserker egységet nem áldozom be. Azt az egyet még el kéne kapni. Majdnem betörték amúgy az izét a falat. 78%-on van. Oké. És ugye a legtöbb ölés Berserker 277. Uruk-hai gyalogos 209. Igen, ugye ők védték a falat. Nagyon jól teljesítettek amúgy a Berserkerek, de ugyanúgy az Uruk-hai gyalogosok is. Persze ugye viszonylag könnyű dolguk volt, mert ugye ők voltak a védők. Ők lettek volna ugye az Uruk-hai gyalogosok lettek volna a támadók, akkor már nem teljesítettek volna épp annyira jól. Ujjjjj. Oké, ez érdekes lesz. Ez nagyon érdekes lesz.
Ugye át kéne rusholnom. Unfalász pikásai vannak. Igen, át kell rassoljak. The battle is the tide of battle seems to have turned against us. We must act and halt this turn of events. Oké, okay, a kapitányuk az meghalt. Ó, közeledik az ellenség. Ám bár... morájuk nem nagyon esik le. Várj, most lesz egy hidas csata, vagy mi a fene? Gyerünk, urukhány, nyomuljatok! Ajaj! Az a ballista, az nagyon nem jó ott. Várjunk, az ellenség... Ó, ezek csak át akarnak sétálni. Vagy nem? Vagy igen? Oké, okay, Uruk-hai Pikeman megfordulni. Nektek fel kell tartani az ellenséget. Gyerünk! Egy epic hidas csata. Ez a hatodik egység, ami le volt képezve vasudvartban. Gyerünk, Pikeman! Ojoj, az lőni akar. Oké, okay, ezek itt amúgy lassan megtörnek. Oké. Okay. Rendben. A názgulok ugye ne nagyon legyenek elő. Félek, hogy meghalnak. Gyerünk! Eddig 5%-a veszett oda a seregnek, nekik 41. Gyerünk, urukhályok! Szolgáljátok Isengardot, vasudvardot. A men
Oké, ugye mind a két Nazgul ott van. A izé, ami nagyon veszélyes, az a ballista. Oké, amúgy, hogyha közelebb jönnek, akkor már tudja, hogy nem fognak tudni lőni, ami azt jelenti, hogy előre mehetek a izével. A... Nazgulok, a Nazgályokkal, vagy Nazgulokkal akarom mondani. Igen, amúgy a... Ó! Ó, te jó ég, meghalt mind a két tábornokuk. Ó, oké. Oké, gyerünk, gyerünk, Uruk-hai. Közelednek a ballisták, ami nagyon jó. Ugye a izét vették célba, a Nazgulokat. Oké, jöhetnek vissza, mert elkaptuk a izét, a ballisztásokat. Amúgy ezeknek az egységeknek semmi esélye nincs az én egységeivel ellen. Gondori milicisták, meg Amphalas pikás. Ezeket megeszik az Uruk-hájok, meg a berzerkerek, meg ugye a Nazgaj. Főleg ugye így. Így valójában a létszámbeli fölényük semmit se ér. Abszolút semmit. Nincs ugye az a gondori katona, ami felvegye a harcot fizikai erőben, ugye? Egy berzerkerrel, vagy akár egy ilyen Uruk-hájjal, ugye? Az Uruk-hájok minden erősebbek, jóval erősebbek, mint ugye egy gondori. Oké, az íjászaik ugye egy kicsit probléma. Főleg a sima berzerkereknek, mert ugye ezeknek nincs komolyabb páncélja. A pikások, Nazgályok, azokat nehezen tudják leszedni a gondori íjász milicisták, vagy gondori íjászok. De ugye a sima berzerker ez még megy nekik, mert ugye csak egy páncélfejlesztésük van. Oké, ugye annak ellenére, hogy kapitány is meghalt, meg ugye az erősítésben lévő tábornok is meghalt, az egységeik azért még kitartóak. Mert ugye tördés totál volt, itt ugye a morálrendszer az... Úgymond az egységeknek ugye sokkal jobb morálja van, mint például az alapmédia volt kettőben. Még van egy csapat Amphalas pikás.
Oké, a Nazgulok egy kicsit vissza. Azt a csapat Amphalas pikást, őket valójában megdobálnám. Bombákkal. Oké, az IA spiritistákat lemészárolják az egységek. Ebből az egységből, ugye ebből a Nazgai egységből még senki se halt meg. Igaz ugye, hogy ezüst gerendások. Oké, hogy elnézem, ugye a gondoriászok nehezen tudják átütni a vastag páncélját az urukhályoknak. Néha bebagolnak, ugye? Ezért az ölési animáció. Várjunk, az Légió L1, az nem 51-et jelent. Vagy 40-et? Fene tudja. Azt hiszem 51, ám bár ebben nem vagyok biztos. Oké, ez az egység lassan legyőzve. Gyerünk előre, urukhályok! Most amúgy feltevődik a kérdés. Most mi voltunk bekerítve? Vagy mi törtük... Mi csaltuk törbe őket azzal, hogy azt higgyék, hogy be leszünk kerítve és legyőzhetnek? Ha, érdekes, érdekes. Ez a végén amúgy nagyon jól sült el, mert kicsit ugye túlbecsültem az egységeiket. Vagy alábecsültem az én egységeimet. Oké, ám bár azt hiszem, hogy ezzel az Amphalas egységgel egy kicsit probléma lesz. Mert ugye most már jobb pozícióban vannak, úgymond, mint voltak. Igen, most már néhány Nazgai is kezd ugye meghalni ebből a csapatból. Plusz az AI egész jól irányítja az IA-szait. Be van ugye aktiválva a védekező képesség. És... hiába vannak közelharcban az IA-szaik, csak folytatják a lövéseket. És ugye csak nyilaznak. Hogy őszinte legyek, nem nagyon küldeném előre a hadvezérítes törzséget is, ám bár csak előre, mert már ott vannak. Nézem ugye, hogy a izék hol vannak a Nazgulok. Legelől, hát persze. Ám bár... már reményném, hogy ennyi katona, vagy urukháj, ugye, vagy Nazgáj van a közelben, meghalna a Nazgul. Amúgy is ugye olyan egységek ellen harcolok, aminek az ölési potenciája nem a legerősebb. És ugye általában a Nazguloknak sok életreje van. Seems to be swinging in our favor.
From such tidings does victory emerge. Na, oké, ezen az egység már aranygerendás lett. Amúgy nagy veszteséget nem is szenvedek el, és ugye Taragrandosztot így könnyedén meg tudom majd védeni. Főleg ugye azért, mert ballisztás tornyok. És a legjobb az egészben az, hogy az Enedvati klánoknak ezzel elvágtam a terjeszkedési lehetőségét. Gyerünk, Uruk-hályok! Oké, az Amphalas pikás megtört. Rendben. Ó, itt még, jaj, várj, itt még van egy csapat Amphalas pikás. Oké, már nincs. Hahaha, 69 veszteség. Igen, Nazgájuk, 627 ölés. Az szép. 13-an haltak meg. 627 ellenséget öltek meg. 13 halál. 34 Berserker halt meg, 210 ölés. Másik ugye a két Nazgul testőrség. 261, 362 ölés. És a legkevesebb, 197 az Uruk-hai pikás. Pedig arra tippeltem, hogy az Uruk-hai pikásnak lesz a legtöbb ölése, erre meg neki lett a legkevesebb. Az durva. Pedig, ha kellett volna fogadni, én arra fogadtam volna, hogy az Uruk-hai pikásnak lesz a legtöbb ölése. De ahogy mondtam, ugye a berserkerek akkor működnek a legjobban, mikor van egy csapat pikás, vagy egy, inkább pikás, mert ugye a pikások azok folyamatosan távol, ugye, úgymond támadják az ellenséget és blokkolják az animációját, és akkor ugye a berserker pedig olyankor jobban tud harcolni. Mert ugye az ellenség úgymond le van fogva, a berserker pedig csak éppen meg kell ugye ölje az ellenséges katonákat. Az kb. Annyi. De azért azt nem gondoltam volna, hogy több mint 600 ölése lesz annak a Nazgai egységnek. Azért azt nem gondoltam volna. Guild available. Ó, várjunk, hoppá. Na várjunk, az úgy ott nem jó. Hát egy kicsit sokan jönnek. Way. I respect you. My get ready for fighting. No sleeping here. Pick your feet up. Come on. Regroup, you louts. Regroup, you louts. We have completed orcs. Oké, ezt a sereget, ezt le kéne győzni, és amúgy is el kell foglaljam ezt, szóval irányoda. Oké, Mordor, Dol Guldur, Móriai Gobók, Gundabadi Orkok és Remnants of Angmar is belépett ugye az invázióba. Oké, van még egy Orthanc Guard. Némi erősítést ide. Get ready for fighting. Move!
Get ready for fight. No! No sleeping here. Come on, listen up. Pick your feet up. No sleeping here. Come on, listen up. We have completed an objective. Oké, nekem ugye a két terület, amit nagyon meg akartam szerezni, az valójában meglett, ugye Taragrondost és Sirith Yaur. Listen up. Objective complete. Come and get. No sleeping here. Attack. Quick, no sleeping here. Kill them all. Get ready for fighting. Objective complete. No sleeping here. Nazgayt. Ó, várjunk, az egyik bezerkre egységet ugye, ami itt volt, azt elveszítettem sajnos. Oké, okay, a bezerkert uzsi és a Nazgayt azt vissza kell küldjem átképzésre. És azt hiszem jöhet még egy körváltás. Jó lenne megtámadni izét Taragrondostot, vagyis Kalenhadot, bocsánat. Támadják izét, támadják nyugat Osgiliátot, amiben vannak Osgiliáti veteránok, ezek jók. Meg izé van Citadel Guard. Oké, okay, ezt nem akartam, de így is jó. Van izé Wardens of the White Tower, azok jók. Ám bár az egység ugye nagyon le volt gyengülve. Oké, ám bár arra gondoltam, hogy lassan zárnám a videót. Most ugye vissza kell verni a izét, vissza kell verni a tündéket. És el kell foglaljam azt a várost, amelyeket ugye ajánlotta a játék. Várjunk, itt van korrupció? Nincs, szóval építsünk inkább... Egy dungeon ugye, 50 dénárt bevételt ad. Ready for fighting. Get ready for be gone. Ready. Come and get me, you be gone. Szerintem automatikázáson meg lesz. Igen. A legjobb az egészben, ugye, hogy kaptam érte valami 400 dénárt, szóval... Ja, az jó amúgy. Jó, 400 dénár a fenntartása a trolloknak. Oké, ugye jönnek az erősítések. No sleeping here. Pick your feet. Get ready for fighting. I respect you, my enemy. Orcs. Orcs. Come on. Regroup, you lads. Come on. Let us settle matters on the field of battle. Oké, ott vannak elegem. Listen up. We have completed an objective. Várjunk, a következő körben tudok képezni ugye Hornburgban is urukhályokat. Pikás és gyalogos. Orcs. Objective complete. No sleeping here. Objective. Come and get me, you cat. Oké, ott vannak elegem. Itt amúgy Sirith Yaurban kicsit gyengébb a védelem, mert ugye sok az íjász, kevés a közelharci egység. Talán még kéne építeni az izét is, az Uruk Armorit. Legyen még egy extra védőm. Mondjuk annyira nem lényeges, mert ugye, hogy
Már ugye mondtam, hogy ballisztás tornyok vannak. Na oké, okay, ezeket a nazgályokat még egy ideig itt hagyom, de ugye azokat is át kell képezzem. Ja, igen, amúgy ha elfoglalom Aknod Jaunt, akkor kapok ugye legjobb egységet. Jézusom, még itt is van egy sereg. Én meg ugye hatban állok izével, Dol Guldurral sajnos. Ambár, hogy őszinte legyek, ezt az egységet nincs értelme átképezni, mert hárman vannak csak, szóval. Olyan, mint hogyha egy új egységet képeznék. Oké, okay, amúgy hamarosan tovább tudom fejleszteni a várost, ugye Foltburgot. Onodrit, ide még kell egy csomó ember. Na jó, amúgy arra gondoltam, hogy akkor zárom a videót, és akkor a következő részt ugye azzal kezdem, hogy le kell győzzem a tündéket, és el kell foglaljam Aknod Jaunt. Ja. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!